Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Mélyvíz műsorában, és köszöntöm Mihály Sándor, volt felleviteli főügyészt, sőt budapesti főügyészt, és egyáltalán ügyészként. És ezeket azért hangsúlyozom, most jó estét kívánok, mert az eddigi szokásainktól eltérően most egy nagyon-nagyon konkrét helyzetet próbálunk elemezni, úgy, mint aki belülről ismeri az ügyészség működését, munkáját. Kezdjük onnan, hogy van-e bármiféle realitása, természetesen a magyar Péter történetről van szó, hogy az ügyészséghez fordul és bizonyítékot ígér többek között olyan ügyben, ami a bűnészséget is érinti. Tehát azt várná el, hogy az ügyészség vizsgálja felül saját magát, és mutassa ki önmagáról, hogy hibázott vagy nem hibázott. Ez reális? Jó estét kívánok, és egy mondatban nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ez nagyon megtisztelő, illetve nagyon örülök neki pont azért, amit mondott. Ez azt gondolom a tegnapi, ugye ebben az ügyben történt közlés vagy közlések, azok konkrétan is egyértelműen érintik az ügyeségnek a belső működését. Szerintem arról most nem nagyképűen, tényleg nem, fölvezetésből is talán ez megalapozott de jó, hogyha olyan ember is értékeli ezt, aki látott már belül ügyészséget, megismeri a működését, mert én megmondom őszintén döbbenten láttam, hogy erre a média nem tartott igényt tegnap, ehhez képest olyan találgatásokkal teli mindenféle hát, kommentek, meg magyarázatok jelentek meg, ami nem biztos, hogy mindenben helyt fog. Én azzal kezdeném, ami lehet, hogy kicsit lesokoló lesz, de ezt, ezt azt mondom, fő a figyelmet, hogy ugye a magyar Péter kijött erről a meghallgatásról, hogy tanúként hallgatta meg egy hatóság. Azt mondta, hogy ezt mondta szó szerint, hogy három tényt mondott, tehát tényszerűen azt állította, hogy ugye a Völgnesvádl ügyben Rogán Antal és vagy az emberei ugye ott belenyúltak az iratokba, manipulálták az egész eljárást, kihúztak belőle iratokat és a többi, és akkor ma megjelent egy olyan közlés, amelyik az égvilágon semmi jelentősége nincs abban a szempontból, ami itt majd fontos lesz, az arról szólt, ugye, hogy az ügyészekre nem állította ezt, hanem a Rogán Antal meg az embereire állította, ugye, ha oda bemennek a Rogán Antal embere, akkor, és az ügyészek addig mit csinálnak? Tehát az ügyészekre is bűncselekményt állít, ez az állítás így önmagában, most nem akarok minősíteni meg, nem, ez több bűncselekmény lehet, ez hivatali visszaélés, ez lehet hivatalos szemjátákat, közokirat hamisítás, ez lehet, az, az égvilág, bűnpártolás az égvilágon mint több Az mindegy. ügyészek részéről? Az ügyészekről is, hát mert mi? Hát hogyha bemegy oda egy olyan személy, aki az égvilágon semmi köze egy eljárás, az egy Józsi bácsi is az utcáról, hát semmi köze, hogy Rogánta vagy a Józsi bácsi, egy illetéktelen ember, akik semmilyen módon nincs egy folyamatosan büntetőjárás az adatvédelmi, személyi jogvédelmi, hagyd ne szempontból köze az, az ügyhöz, és az ügyészek ezt támadni, hát, most beülnek egy kávéra, és akkor ott segítenek neki, vagy hagyják, félre néznek addig, hát nyilvánvalóan, hogy azok minimum bűnsegédek, de, de tettese is egy, 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 egy tehát magyarul itt az történt, hogy a magyar Péter ezt nevezük így, mert ez, ez történt. A hivatalos személyektől kezdve a Rogán Antat, az is egy hivatalos személy ilyen értelemben, most hogy miniszteri minőségben ment oda vagy nem, az ő állítása szerint, azt nem tudom, de ugye az eljáró embereket bűncselekmény elkövetésével vádolta, mert ezt hívják vádolásnak, azt állította tényszerűen, hogy ezek ezt elkövették hatóság előtt, tanúként. Ha ez így van, és ezt nem fogja tudni kétséget kizáróan és egyértelműen konkrétan bizonyítani, akkor ez öngól, csak jelzem, ez tökéletes hamis vád lehet alkalmas. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyészség ez a tengerét, most nem őket akarom megvédeni, de ez van. Tehát az egy fontos szempont, hogy valaki valamit állít, a büntetőjárásban ez van, aki állít, az bizonyít. Tehát neki bizonyítani kell, én most nem azt mondtam, hogy ez vagy csak el, ne szaladj, Bocsánat, ne szaladjunk előre, ez kedden igen. fog igen. történni. Hát ha, fog. Tehát hogy a lényeg, maga hogy, az állítás képtelen? A, 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 igen, az állítás azért képtelen, hogy amit ideig elmondtunk, az azért teljesen képtelen, ez csak és számomra hiteltelen is innentől fogva, mert az ügyészség az nem így működik, de azt hiszem, hogy ez nem kell jogásznak lenni, főleg nem főügyésznek, ezt egy egyszerű laikus is gondolhatja. Tehát most el tudja képzelni, hogy Rogán Antaloda a személyesen, vagy az emberei, teljesen mindegy mindenkinek a szemelátárát, az összes ügyészségi kollega, a ott dolgozó emberek, a portásoktól kezdve, az ott az egyéb más ügyekben eljárási cselekményre érkezett személyek, a nagy nyilvánosság, most hagyna ragozza, mindenki, a biztonsági örök, mindenki szemmel ott végigvonulnak, bemennek, és nagyon kedvesen, csak most direkt sarkítom és karikírozom, egy kávé mellett elbeszélgetve kivesznek az iratokból, meg kiúszkodnak, ez nem így működik. Tehát ez biztos, hogy így nem megy ha és amennyiben, ezt most megint mondom nagyon, mert nem szeretném aztán, hogy ez félhetőtő legyen, ha és amennyiben bármilyen manipuláció lenne elvileg, teoretikusan egy ügyben, az ügyészség részéről, az ugye, amióta föltalálták a mobiltelefont és a többit, de most már ez sem kell hozzá, az nem így működik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye az ügyészség egy többszörösen fölépülő, tehát egymásra épülő, hierarchikus szervezet, amiben minden ügyben van egy előadó, középvezető, magasabb vezető és a többi. A, 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 dolog az egyrészt úgy néz ki, hogyha bárki a legmagasabb szinten, ez nem lehet, nem lehet kizárni, és természetesen lehet, hogy van bármilyen beavatkozás a manipuláció, manipulációra, politikai, vagy egyéb más szakmai, vagy bármilyen szempontból személyes indítatásból erre igény, akkor oda ezt meg lehet betett, oda egy, egy, szakmai konzultációnak átszázott mondjuk, vagy egy, vagy egy értekezetnek, vagy egy bármilyen ilyen értelemben egyébként legálisnak az utasítási jog alapján működő, a alá fölé rendeltségből fakadó, az együttes team munka a, a, a szervezeten belül így működő sajátosságok alapján, van egy, egy referálás, van egy, egy behívnak valakit, és, és, ennek semmilyen írásbeli nyoma nincsen. Tehát nyilvánvaló, tehát hogy, azt mondjam, a, hogy a, Rogán a... úgy kell elképzelni, vagy senki mást, hogy azért annyi, nem kell hülyének nézni, nem dillettás, tehát ez nyilvánvaló, hogy nem úgy fog történni, abstart e élből, papíron, vagy okiratilag, vagy bár, vagy bármilyen módon bizonyítható, hogy nyoma legyen. Úgy, úgy, működhete, most ez megint teoretikus, és nem a Magyar Péter ügy, de az ügyészségen belül működhet úgy egy-egy ügykezelés, hogy azt mondja ad abszurdum Polt Péter, hogy itt van ez az ügy, Ezeket a részeit én nem akarom, hogy. Ez soha nem így mondja, hanem, hanem alternatívákat támaszok. Van egy kérdés. Hogyha fölteszem azt, hogy, hogy látom fáradt, főszerkesztő úr, látom, biztos nagyon, ugye nagyon fáradt, tehát hmm. érti már, hogy fáradt. Tehát ez nem egy, nem lehet utasítani is, de ez nem így működik, hanem ez egy, ez egy a finom hangolt, konspiratív módon összehangolt össze álláspontoknak a tükröztetésével való. Ő, ő, ő irányítottság. Tehát, hogy most hogy a lefordítom, lefordítom konkrétan, amit ön mondott. Tehát, adott esetben most én vagyok Polt Péter, és ön egy beosztott ügyész, jól állunk így egymásnak, és azt mondom, hogy akkor ugye ezt kell értem, hogy az a mi a te állásponton? Ő megkérdez, a hogy, 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 így, van, hogy, hogy mi az én álláspontom. Biztos, Igen. ez szándékos, de hát ez lehet gondatlan is, csak most mondok egy példát. Ez is lehet, hogy És rész akkor abból egyértelmű nem. lesz, hogy az ön álláspontja ez. Igen. Valami az, hogy. És az enyém meg, ha nem az, tehát ez egy kedélyes beszélgetés. Vagy, hogy ki, most hogy mondok, ez valamit, kell hát, mondok valamit. Hát lehet ez olyan, ugye ezt annak idején mondták, ez egy jó példa, a Bécsi, a osztrák ügyészség az a miniszternek alárendelten működik, ugye a kormány alárendelt. És akkor azt mondta a legfőbb ügyész egyszer, hogy őt meg szokta hívni húsvétkor villás reggelire a miniszter. És kérdésre, hogy van a, meg, megbeszéljük, hogy hogy van a kunokát, hogy van a izéd, a, mi történt, hogy van, ja és hova mentek, ja és mi volt a hétvégén, és a sonka, és a többi. És akkor a végén mondja, hogy te van egy ilyen ügy, nem érdekes, nyilván izéd, csak majd ha lesz időd, akkor nézzél már, a Béla ügye, ott van egy ilyen ügy nálatok valahol de nem tudom, azt meg kéne nézni, hogy abba esetleg a gondatlanság, nem tudom, megállapodott, hogy nem, szevasz. És utána azt mondta, hogy ha visszamegy, és akkor megnézi, vagy megy legközelebb is vagy nem megy. Vigyázzon a válaszra a mostani kérdésre, mert a saját hitele forog kockán. Önnel előfordult ilyen? Így ez így nem. De az, hát hogy, de az, de az, az, hogy, az, az de az, de az, hogy, nyilván, tehát még egyszer mondom, ez egy szakmai szervezet, amin több szint, több álláspont, több vezető, soha nem egy ember dönt. Soha nem egy, egy, egy ilyen kérdésben. Na de ilyen villás millás ilyen, reggeli, ilyen előfordult az nézze illetően? a, nézze, a vezetők között nyilvánvalóan ez egy, az viszont egy teljesen törvényesen bevetés és, nyilván a működéshez tartozó, mivel hogy mindenkinek informálódnia kell magasabb szinten. Tehát ha ez a törvényes keretek között van, tehát ez nem lépi túl az ön amikor villás egyezzünk, és nincsen olyan jellegű informális utalás, ami, ami meg, meghata, meghaladja a bármen vett törvényes hatáskört, az van, az rendszeres és az normális. Itt az a kérdés. Na, de és, és mi van akkor, ha nem érti a célzást? Hát akkor probléma van, de hát az, most ezt mind teoretikusan beszéltük. Tehát magyarul én arra válaszoltam, hogy ez nem úgy, nem úgy néz ki nyilvánvaló, hogy oda fogja magát a, a, a kabinett miniszter, vagy az emberei becsattognak az ügyészség, és kitépik a papírokat. És ezt mondták. Tehát erre Péter, még, egy, és, bocsának, még egy, mondat, még egy mondat, és ezt tegyük hozzá. Bocsak, ezt, ezt meg... a mondatot ad be, hogy, hogy, erre mondta Zamesnik Péter tegnap, hogy az ATV, hogy teljesen felesleges kitépni, vagy, mert az ügyés saját hatáskörébe úgy, úgy egy, jár el, én ahogy ezt akar. mondtam az előbb, tehát, hogy magyarul az, hogy utasítanak, az, hogy konzultálnak, az, hogy a felettes ügyésznek az álláspontja kötelező, ez teljesen törvényes és normális. Hát így működik az ügyészség, ez egy szerv. ott a rendőrség. Hát most a rendőri parancsnok azt mondja, hogy hogy ez az ő álláspontja szerint csalás, akkor csalás, kész, az írja a parancsok. Hát most az a felelőssége is, ugye? De a lényeg, hogy ez, tehát amit kérdez, az az, hogy ugye ez, ezek minden arra épülnek, hogy nem élnek a joggal vissza, Igen, hogy ez a... nincs nincs És még, még csak egyet akartam mondani, mert az megint részemről megint csak egy kombinatorikai, logikai végpont, de az is benne van, hogy egyébként erre sincs szükség. Tehát ma már meggyőződésem. Arra sincsen szik, amit látunk, ez az egyik lecsapódásából látszik, a jelenlegi, most nem akarom mondani, a Tarsói Csabától kezdve, a Völneren át, a, tehát a, a, jelenlegi politikailag átszőtt, vagy ilyen értelemben közérték számot tartó, kiemelt mondjuk itt közérték számot tartó ügyekben, ott lejön annak a vetülete, hogy nem szükséges semmit utasítani, meg helyre tenni, meg korrigálni, mert sajnos és ez van, az eljáró ügyészségek abba abstart abban a szemléletben abban a megközelítésben, abban a szakmai értelmezésben gondolkoznak, működnek. Milyen? Mi az az abban? Hát ami, a, ami az utasítás lenne, vagy az elvárás lenne. De az utasítás honnan jön? De nem kell, hogy utasítás jöjjön. Tehát ez ugyanaz, hogy egybe a, hogy a, a az egy az, hogy egy, 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 úron, a egy, egybe a politikailag ugyanazt gondolja. Az vagy szakmailag. Ügyen. Most teljesen mindegy. De nincs szükség direkt beavatkozó kézi vezéret, kompenzációra vagy manipulációra, mert a szervezet egységesen eh, panelek szerint dolgozik. Sematizmussal, automatizmussal dolgozik. Hát én ezt kétlem, hogyha történetesen ugye szerepelted a jegyzőkönyvekben, a lehallgatási jegyzőkönyvekben, többek között ez a Barbara, Ádám, Tóni, és ezt ki is veszik. A... nem veszik ki. Nem veszik ki. De ki ez... nem ment tovább a bíróságra. De ne, az nem veszik ki. Az azt jelenti, hogy benne marad az iratok között, és ugye a hatházi Ákos fejlentés alapján ráadásul, amit indította a beszélgetést, és akkor visszatérek arra is válaszolok, hogy igen, ez azért is, azért is hogy már öngól, mert ez már vizsgálva volt egyszer. Tehát persze, amit kérdezett, hogy lehet -e egy újabb vizsgát, lehet ha van egy újabb bizonyíték, vagy fölvetődik ennek a kapcsán a korábbi megállapításokhoz képest eltérés, vagy új, új adat, akkor persze, hogy lehet, hogy kell vizsgálódni, vagy nyomozást elrendelni, vagy ezt, ezt a, a, a magyar Péter által ezzel kapcsolatban konkrétan beterjesztett bizonyítékokat ö, vizsgálni. Ezt nem lehet elsöpörni, nyilván. De volt egy nyomozás. Tehát azt sem lehet mondani, hogy ez, 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 ezen túlléptek. Tehát az emberek nem kiemelnek, a retté, tehát, ami nem kerül be a bírósági. Ki lett vizsgálva? Volt a egy eljárás, el lett utasítva a, a feljelentés, meg vizsgálva. megmarad a papír. Meg, Te, így van, ahhoz... ott van benne, csak a Váthoz kötöttség alapján azt a bíróság nem fogja vizsgálni már. De ugye, a, 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 ahogy én tudom a sajtóból, a Völner pálnak a védője azzal kezdte a bírósági előkészítőülésen, hogy indítványozta volna nem a Barbara, meg, hanem az igazság a Valga Juditnak, meg a Trócsányi László, meg a többinek a korábbi ott dolgozó, ki nem hallgatott embereknek a tanúkénti meghallgatását. Tehát azoknak a, azok a kapcsolatos tényismeretek, adatok és információkra alapozzák, hát nem a légből kapottan, nyilván az benne volt a bizonyítás és anyagaiba, hogy ezek mit tud következtetésekbe. Tehát a lényeg összefoglalva egy, ez vizsgálva volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy, ez egy, ezek a Barbara, meg Rogán Antal, meg nem tudom mire utaló keresztneveken alapuló lehallgatásokban levő mondatok, a hatázi Ákos fejlentési nem lettek kivizsgálva. Ennek nem lett sikere, el lett utasítva az egész. Kettő. Ha újabb adat fölvetődik, a mostani új bizonyíték, akkor persze újabb, újabb eljárás, újabb vizsgálat kell, de a, annak a, a korábbinak az adatai azok a nyomozás irataiak a részét képezik, csak ha nem a vád tárgyát, amit az Amestik Péter mondott, ha a vádiratba ez nem kerül bele, akár személyek, akár cselekmények tekintetében, akkor a bíróság azt nem vizsgálhatja, Azért, mert ő, mint az asztal, ami itt előttünk van, ami ezen rajta van, azt kell vizsgálni, azt arról rendelkezni kell, de semmit nem lehet ezen túl terjeszkedni. Uh, ugye azt vártam öntől, bevallom őszintén, mint az ügyészség egyszerűkori emberi, és akivel szemben az ügyészség, tehát a munkaadója nagyon csúnyán viselkedett, én mondhatom ezt, hogy dalolva fogja azt mondani, hogy haha, tehát az íme az ügyészség ilyen torzul működik. Ehhez képest hogy most megvédi az ügyészséget. Nem védem meg, hanem hát legyünk korrektek, vagy, vagy legyünk reálisak. Tehát azt De mondom, megvédte, hát megvédte. Elmondtam az álláspontot, ami arról szól, ha ez most védelem, akkor, akkor elmondtam, hogy arra, a, a, ha valaki valamit állít, az bizonyítania kell. Ez, ez, ez egy tény, mert nyilvánvaló, hogy ugye nem csak a Magyar Péternek a hitelessége, vagy a hírneve, vagy hogy mondjam, a presztízse függ ezen, hanem az ügyészségé is. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy, ez ez a történet. Más, másrészt ugye a nyilvánosság előtt zajlik az egész, ami egyébként egy nonsens, mellesleg. Tehát egy ügynek a részleteinek, én a, és szerintem, amit ugye szintén elmondott az ügyvéd tegnap, hogy ugye egy előbb értesülnek ma már rendszeresen mindenféle járási cselekménynek a tartaváról a sajtóból, mint ahogy egyébként a... De ügyferek. itt pont azt vetették föl, hogy a kormányzati emberek Elmondták, hogy mit mondott azon felül, amit egyébként maga elmondott Magyar Péter az ügyészségen, amit csak akkor tudhatnak, hogyha az ügyészség a kormánynak referált az ott elhangzottakról. Honnan az ugyanolyan elfogadhatatlan. Hát honnan nem? tudják, vagy honnan nem, azt nem tudom, de a szénkéső Magyar Péter, amikor kijött, én ha meghallottam ezt a, ő által, nem a, nem a erről írt cikkeket, hanem amit ott elmondott, abba azt mondta, hogy tényszerűen azt állítja, hogy a Rogán Antal és vagy az emberek bementek, most ennyi. Tehát innentől fogva, annak meg most lehet ez a lovagolni, hogy most az ügyészek szedték ki, vagy a Rogán nyilván szedte ki, nyilvánvaló, hogy ez így bűncselekmény, ha így történt. Teljesen mindegy, hogy a Rogán vagy a Gipsziakab szedte ki, vagy az üdész. Ez bűncselekmény. Valakinek. Hivatali visszaélés. hogy ez Között hogyha... Ilyen nincsen. Tehát egy De... büntetőjárásnak az adatait, azt nem így a szél fújkolja ide-oda. Tehát ez, ha ez az állítás van, ezt tudni kell bizonyítani, mert ha nem, akkor ez bizony egy, egy bűncselekmény elkövetésével való vádolás. Most nem védek senkit, meg legyünk reálisak, tehát a másik része, hogy, hogy, még egyszer mondom, lehet eljárásokat alakítani, manipulálni és a többi, de, de azt nem formánt, az nem ilyen formán. Az nem ilyen Az abszurdum a az is elképzelhető az alapján, amit most ön elmondott, hogy kedden bemegy az ügyészségre a második fordulóra tanuként Magyar Péter, és ott meggyanúsítják? Ezt ugye tegnap az Anesi Péter kifejtette, most nem ő akarok visszautalni. Ugye a, a, de nem a, ebből a szempontból igen, fejtette hogyha, ki, hogyha hogy hogyha mert azt, mondta, hogy Magyar Péter... Adam biztos, szabadon, hogy ott nem. Biztos, hogy ott nem. Én csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy, hogy itt ez most azon múlik, hogy milyen bizonyítékok vannak, és azok mit fognak tartalmazni. Ja, azért mondtam, hogy ad abszurdum. Amiket ő elmondott, hogy Ott hangfelvételei biztos, vannak. Hogy hát, mi, nyilván, nyilván én Magyar Péter tartom, annyira komoly embernek meg az egész uh, fellépés alapján ez valószínű, hogy nyilván neki vannak bizonyítéka. Én még egyszer mondom, én szakmailag meg elvileg de, de itt jön vissza az a kérdés, hogyha neki bizonyítéka van arra, hogy eh, Gulyás Gergelytől, vagy eh, volt feleségétől, hogy Rogán Antal vagy az ő emberei bementek az ügyészségre és manipulálták, és hangfelvételen szerepel valami ilyesmi, akkor az az ügyészség, amely, amelyről ez kiderül, az ki fogja vizsgálni, hogy ez megtörténhetett? Ez reális? Hát most ez megint egy jó kérdés, mert ez ugyanolyan, mint a gyanúsítási panasz, meg az összes jogorvoslat, ugye, hogyha egy nyomozás során a, a, ugyanaz az ügyészségnek a magasabb szintje, tehát egy magasabb szervezeti szintve egy vezető bírálja el a panaszt, vagy a jogorvoslatot szerintem azt tartalmilag nem jó orvoslat. Tehát ez ugyanaz, amikor a magamnak vezénylek magam majdon végre, tehát azt én nem látom kell. De ez, a, ez megint ez a magyar törvénynek ez a rendelkezése. Tehát mind ügyészség egy van, tehát nem tudja más kivizsgálni, de hogy mennyire lesz ez hiteles vagy tartalmatlan, az, az egyetértek önnel, mert az, az ügyészségnek a sajnos év, évek óta, vagy egy évtizede látható Hát, hogy nem hozzáállásából, szakmaiatlanságából, elképesztően abszurd döntéseiből és a nem döntéseiből az, az egésznek a, a pártos, elfogult, szakmaiatlan, tartalmatlan és, és formális, és hogy mondtam, automatikus, kis eljárásaiból az jön le, hogy nem bízunk ebben, nem hiszünk ebben. De amikor ezt az egész rendszert kialakították, akkor arra épültek, hogy az ügyészség az törvényes keretek között működik, és a törvényeség őre. emlékszik, ez kellemetlenül fogja érinteni a kulcsár ügyre, aminek ön egy eljáró ügyésze volt, nem tudom, jól fogalmazok-e. Nem voltam eljáró ügyésze, de vezető. De ott, ott, ott ismerte meg önt az ország, mert ugye sok ilyen felvétel készült. És ott elhangzott az, hogy önnel szembeni vádként, hogy egy csomó jegyzőkönyv a jobboldali sajtónál landolt, és azt fogalmazták meg, hogy ezt Ihás Sándor juttatta ki. Hát nyilván, Mi nem volt én, akkor nyilván nem én juttattam ki, de még egyszer mondom egy ügyészségnél, nem egy ember az, aki eljárt. Ezt nem, így, nem úgy kell elképzelni, hogy egy emberhez kötődik egy ügynek a, a döntései, annak a kihallgatásai, a, a bármi. Hanem az ügyészségen, most nem akarom felsorolni, de egymás fölött, Kerületi ügyészség, főügyészség, legfőbb ügyészség. Tehát ennek egy, úgy, mint a, mint a katonaságnál, úgy kell elképzelni, hogy valaki, hogyha egy, egy százados is intézkedik, a fölött három szinten van négy csillagos tábornokok itt bezárolnak. Akkoriban csomó... tudta, hogy ki az, aki kiszi ne, Nem ő... tudtuk, hogy ki az, aki kis... És azt akartam mondani visszatérve erre az egészen, hogy ha lenne is olyan manipuláció, hogy valaki egy bármilyen ügyben, egy ügyességen belül. Direkt utasítással vagy direkt manipulációval próbálja, egy eljárás befolyásolni, vagy így alakítani, akkor arról is meg vagyok győződve, hogy ezt konkrétan az előadó nem is tudja, mert nem is kell neki tudni. Tehát mondjuk csak feltételezzük. Főügyész bemegy, és azzal úgymond egy szakmai konzultáció keretében egyeztetik azt, hogy mi lesz abban az ügyben a nyomozási stratégia, mondjuk így. Milyen eljárási cselekményeket, mikor kell foglalkozni, melyiket miért nem kell, mi a bizonyítás, mi a jogi minősítés, mi az álláspont, mi ebben egy stratégia az ügyben. És ezt akkor jó szépen alakítják, hogy azt itt ott ne jelentsed, írjad le, hogy mi az álláspontod neki mi, a vezetődnek mi, a másiknak mi, de kialakul valami konglomerátum és amikor ezt végre kell hajtani, akkor a főgyész például ezt az alárendeltjei számára, mint akár az ő álláspontját képvisel az előadó, se tudja, hogy volt fölötte politikai utasítás, hogy volt benne manipuláció, hogy volt benne előzetes és nem kell tudni, és nem is tudja. Tehát mindenki annyi tud, amennyi az ő feladatának az eldöntéséhez kell, Ugyanaz, mint a katonaság, ugyanaz, mint a rendőrség. Ez egy hierarchikus szervezet, tehát ez nem egy, egy, egy átlátható és szükségszerűen nem mindenki számára ugyanaz az információbázisra dolgozó történet. Tehát nem tudjuk azt, hogy kiszivárogtak ki, vagy ki nem, mert, a, mert ugye abban az a kulcsárügy például, minden mindenki emelt, úgy gondolom ez ma is így van, azt, hogyha valaki egy levegőt vett hangosan, most direkt így mondom egy ügyben, bárhol, mert bármi történt benne, azt azonnal jelenteni kellett a kabinetnek, a legfőbb ügyésznek személyesen, a, a sajtófőosztálynak és a többi. Tehát többi azt több -több -több tudni, hogy tudni, meg a szakmai főosztálynak. Jó, akkor tehát, hogy, kérdelem, ezek, hogy ezek a, ezek a jegyzőkönyvek, ezek az adatok. Az ügyészségen belül több irányból, több vezető számára Jó. közvetlenül hozzáférhető. Az, hogyha azt fogja nekem mondani, hogy politikai megrendelések nincsen, akkor nem fogom elhinni önnek. Ezzel a fel, felütéssel teszem fel a következő kérdést. A politikai megrendelések, Polt Péter, azt talállandolnak? Hát miután ez egy, ez egy hierarikus szervezet, igen, de nem biztos, hogy ezt ő személyesen transformálja, vagy ne, nem szükségszerű. Tehát nem, 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 nem egy személyhez kötődik ez. Tehát, tehát pont azt mondta, hogy egy hiarikus szervezet. Ez tehát, igen, hogy... de, az, de az miért nem lehet, hogy a legfőbb ügyész helyettese, vagy ott egy pár legmagasabb vezetővel történik egy álláspont kialakítása, és mondjuk a legfőbb ügyész helyettes ilyen... ad, ad egy utasítást akár telefonon egy, egy eljáró, egy szervezet egységnek, hogy jelentsen abban az ügy állásáról. Írja le részletesen, hogy ezzel a, ezzel, a kérdéssel, azzal a kérdéssel, a bizonyítottsággal, a jogi minősítése, a bűn, minden, ezzel milyen álláspontja van. És akkor arra majd a szakmai főosztályon keresztül, mert a legfőbb is van a szakmai főosztály, kiadják nekik, hogy na, igazuk van vagy nincs, nézzétek meg ezt, meg azt, meg azt. Tehát ez egy, ezt nem ilyen direktbe kell elképzelni, hogy jobbra, balra, mint a izé szaluta, hanem ez egy összetett, heterogén, hosszadalmas és így manipulálható folyamat, mert olyan, mint a, mint a finom hangolás. De én az eredendő bűnt keresem, az eredendő tehát bűn hogy nyilván hogy ott ki -e ott van. Orbán Viktor a telefon, azt nem tudjuk. és hát hogy ezt a nem tudjuk, mert én nem hogy ott van Én az nem, az nem voltam volt, ott, nem, nem tanultam, egyet, hát nem tudjuk. Az, hogy ügyekben... Mit feltételezünk? Az, hogy ügyek, én azt tapasztaltam, és ebben viszont semmi törvénytelen nincs. Hogy ügyekben az álláspont, szakmai álláspontnak a különböző szempontú megközelítése szerinti alakítás rendszeres. De ezt azt is lehet mondani, hogy ez az ügyeknek a lényege, mert ugye egyébként a másik oldalról az a feladat, hogy megalapozottan ki kell nyomozni, hogy időszerűnek kell lenni, hogy ne legyen az, hogy nem nyomoznak benne, stb. Tehát az, hogy mi miért történik, azt nem, azt nem mindig tudja az eljáró, konkrétan a vizsgálatot végző, vagy a, vagy a szakmásból kialakító valaki, de hogy ezek vannak, azt nem lehet kizárni, ezt nem tudjuk. Tehát ez nem, nem közlik velünk, -e hogy a... Magyar Péter ügyére, ön azt mondta, hogy itt, hogy öngolt Amiből azt is jelenti, hogy ön nem nagyon hisz abban, hogy ezen a kedden előálló hangfelvételekkel, ugye a hangfelvételekről beszélt, ha jól tudom, ezek bizonyos Elejjön, hát én nagyon bízom meg. benne, hogy, hogy így lesz. Kívánom neki, hogy így legyen, én csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy, hogy ő egy teljesen kategóri... tehát olyan, olyan helyzetben navigálta vele magát, hogy szokás mondani, hogy akkor most oda kell adni a bizonyítékokat. És hogyha azok vannak, akkor az durrani fog, az biztos. Tehát ezt én nem mondtam, hogy, hogy ez nem lesz így, csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez két hogy dolog. Tud, hogy tud, ha, tehát feltételez, hogy van neki. Ha ilyen van neki, felvizet, és azok lesznek, az hát úgy, hogy akkor ez, ez, ez ki fog derülni, hogy ott ki akkor ezek ezek a kérdések, hogy ki milyen, milyen, alapon, hogyan ö, akkor alkalmas, itt jogellenesen maradjunk ebbe egyelőre, ez nem is hogy bűncselekmény, hanem bármilyen szempontból jogellenesen nyúlt bele egy eljárásba, akár az ügyészségen belül, akár azon kívül, lássuk és társai. Tehát, hogy annak kéne kiderülni, hogy amit ön kérdez, de ez konkrét bizonyítékokkal, tehát nem feltételezésekkel, meg alternatívákkal, meg mendemondákkal, amit mondtak ilyen, ilyen, ö, ezekkel, ilyen, ilyen mese, mese vagy egy ilyen ö, általános elképzelésekem, konkrétan annak, hogy az ügyészség működését ma ki az, aki kívülről tudja és akarja, és van lehetősége befolyásolni ügyekben, konkrétan. Egy... Ki az, aki a legfőbb ügyész Egy... utasíthatja? Ki az, aki a legfőbb ügyész informálisan befolyásolhatja úgy, hogy, hogy, ez, hogy ez ügyekre kihat? És hogyha ezekre van bizonyíték, mert ezt mondta, hogy ezek vannak, ez fog kiderülni, az a jogállamnak, a működésének, az ügyészségnek, a működésének a régóta az ellenzék által, általam is, a DK által, a Dobrevka által vezetett kormány által, kormány által folyamatosan hangoztatott visszaérésekre Abszolút példa lesz. Tehát ha ez így van, akkor onnantól ezt nem lehet tovább titkolni. Nem lehet majd azt mondani, hogy minden szakmai, megalapozott, meg világszínvonalú az ügyészségre. Nem lehet azt mondani, hogy a jogállam az ugye úgy tökéletes, hogy van fékek, ellensők, mindenki, mindenhol működik, és, se és semmi látni van. Nem mondhatja nincsen. azt az ügyészség, hogy megisverve a hangfelvételeket, ezt egyelőre titkosítjuk. És nem fordulhat a nyilvánossághoz? Az... hát nézze, az megint egy jó kérdés, hogy ez mi lesz, ezt megint ne ugorjunk előre, mert én nem szeretnék találgatni, ezt, mondom, ezt, ezzel kezdtem az egészet, tehát hogy találgatni, az nem jó, mert meglátjuk, hogy mi lesz. Én csak azt mondtam, ha van bizonyíték, akkor az, az valahogy ebben az ügyben nehezen lesz eltitkolható, hogy, 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 van, vagy hogy az miről szól. Ha ez, és ez nyilván ebben benne van a pártalapítás, az gondolom én, a magyar, vagy én így gondolom. A Magyar Péternek a pártalapításához kapcsolódó ilyen szükségszerű, hogy mondjam csak, uh, taktikája, ugye az, hogy adagolja ezeket a történeteket, tehát, hogy nem vitte be meg majd akkor, ez, ez, a, ez már ennek a része. A lényeg, hogy én nem mondtam, hogy nincs bizonyítéka, én nem mondtam azt, hogy ez hogy én annak szurkolok, hogy ne legyen, hanem azt mondtam, hogy ez azért kétélű, mert abban a helyzetben, amibe jutott, ott bizonyítani kell, akkor most várjuk a bizonyítékokat, mindenki ezt várja, ha ezek tényleg olyanok, amik az ő állításait tényszerűen bizonyítják, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy, a, a, abban a pillanatban egy gyászkeretbe lehet tenni a, a magyar jogállamot, a magyar igazságszolgáltatási Ez Tényleg egészszaka. belebukhat a kormány? Hát most megint ezt én nem vagyok politikai jellemző, meg én nem vagyok nem ilyen. De most föl egy másik de, de, az, de azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az biztos, hogy onnantól fogva, ha a magyarul kiderülne az, hogy az ügyészség valóban bármilyen ügyben, most nem a Völner elsádul, felejtsük el, bármilyen ügyben iratokat tüntet el, vagy abban közel működik, egy, egy büntetőjárást manipulál, törvénytelen, megengedhetetlen és bűncselekményt is megvalósító eszközökkel nyomoz, vagy nem nyomoz, akkor minden olyan állítás, amit korábban lepattintottak, hogy azért nem nyomozunk, meg nincs bűncselekmény, meg nincs megalapozott gyanú, meg stb. Tehát az összes korábbi állításoknak a mindenfajta hitelessége az abszolút nulla. Tehát onnantól nem csak ebben az ügyben van probléma, hanem összedől a dominó. Tehát ez dönti az egészet magával, meg dönti szerintem a bírósági rendszernek a függetlenségébe és szakmaiságában, mert azt meg nem vették ott észre, és a többi. Tehát ha az derül neki, hogy egy ilyen ügy van, akkor több ilyen is lehet, ha több ilyen is van, akkor az nem jogállam, ha nem jogállam, akkor miről beszélünk, legfőbb ügyészként, vagy a legfőbb ügyész beszámolóiban, az írásbeli kérdésre válaszaiban, a vizsgálati jelentéseiben és abstart bármilyen értelemben vett nyilatkozataiban, amik az ügyészség munkáját teljesen demokratikusnak, időszerűnek, világszínvonalnak és a többi ilyen gyönyörű jelzőkkel minősíti. Ha az fog kiderülni bármilyen vonatkozásban, hogy ez nem igaz, hát ott azt kell, hogy mondjam, hogy az olyan nem volt az Orbán kormánynak a az elsőtől kezdjük, de hát most közben tehát nem volt még ilyen jellegű konkrét ö, ö, bizonyíték, úgyhogy az, ha nem is a kormánynak a bukását, de hát a legfőbb ügyész pozícióját, az biztos, hogy erősen megingathatja, és hogy az hova visz az milyen messzire, hova ö, ö, kvadrál, az meg, az meg, a jövő zenéje és annak a kérdése. Minden esetre ez egy rendkívül összetett kérdés, és, és most, most az a következő lépés valóban, amit mondott, hogyha ha kiderülnek olyan bizonyítékok, amik remélhetőleg vannak, nyilván mondom, Magyar Péter olyan komolynak tűnt, és olyan, olyan ö, határozottnak, meg olyan megfontoltnak, és nyilván nem egy, e, tehát vannak, vannak ő is jogász, de vannak mögötte nyilván jogászok is, tehát ilyet nem mondana, gondolom én, ha ezt nem tudná bizonyítani. Ha tudja bizonyítani, abból földindulásszerű változás. Tudja, amit jövő héten folytassuk. Jó? Rendben, köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.